Köszöntöm Önöket, Molnár Csilla vagyok. A nagyon enyhen napok után a hét második felében visszatér még a tél, bár addig is változékonyságra számíthatunk, hiszen kisebb, úgynevezett mediterrán ciklonok érik el a Kárpát-medencét, ezek viszont csupán esőt hoznak, egyedül az ország északkeleti részén lehet egy kis havas eső, viszont a hét közepén csütörtökön már egy markáns hidegfront is érkezik hozzánk, úgyhogy mindenképpen érdemes kihasználni az addig lévő egészen enyhe napokat. Ma is 10 fok környékén alakulnak a maximumok, de a déli ország részben, a déli megyékben 12-13 fok is valószínű, itt élénk lesz a délies szél. Az északi területeken viszont jól látható, hogy azért jó pár fokkal alacsonyabb lesz a hőmérséklet, így ahogy itt említettem, lehet havas eső még napközben is, de a magasabban fekvő pontokon havazás sincs kizárva. Egyébként a Kárpát-medence legnagyobb részén napközben erősen felhős, borult lesz az ég felettünk, csak rövid átmeneti felszakadozások lehetnek. Szerdán pedig teljesen hasonló lesz a forgatókönyv, az éjszaka szakadozik a felhőzet, viszont egy újabb front ér el bennünket a korai órákban, így napközben megvastagszik egyre inkább a felhőtakaró, és kapjuk az esőt, ami északon, északkeleten havas eső és havazás formájában érkezik majd. Délen továbbra is 10 fok fölé kúszhat a hőmérséklet, csütörtökön viszont már nem reménykedhetünk 10 fok feletti maximumokban. Reggel érkezik hozzánk egy markáns hidegfront, emiatt pedig az északnyugati szél támad fel, ez viharossá is fokozódik, és fokozatosan hűl a levegő is. Délután már az eső átválthat havas esőbe, és az esti órákban havazásra is készülnünk kell. Viszont a folytatásban csökken a csapadékhajlam, úgyhogy péntektől kezdve már csak helyenként apróbb hózáporok fordulhatnak elő, még napsütéssel is töltődhetünk, bár az északi szél marad erős, úgyhogy meleg időre nem szabad számítanunk, még a csúcsértékek is mindenütt fagypont alatt lesznek, -1 és -9 fok között változnak. Az éjszakák pedig igazán csípősnek ígérkeznek, a szélvédett hófötte tájakon -20 fok alá is csökken majd a hőmérséklet, de még a legmelegebb pontokon is legalább -8 fokra kell készülnünk. Köszönöm a figyelmüket, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!